Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szedmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk, erőssége, Szent Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd is, atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, és Te mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Aki megalázza magát, kegyelmet talál Istennél.
Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivel, hogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a figyelmes fül bölcsességre vágyik. Ez az Isten igéje. Jóságodban, Istenünk, hajlékot készítesz a szegénynek. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Az ószövetségi áldozatok megszűntek, járuljunk Jézus örök áldozatához. Testvéreim, ti nem kézzel tapintható hegyhez és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz, sötétséghez, sem forgószélhez, hasonlazengéshez vagy mennörgő szózathoz, amelynek hallatára a zsidók könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk. Nem. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égen számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. Amikor lakomára hívnak, kezdte, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, oda jön, aki meghívott titeket és felszólít. Add át a helyed neki. És akkor szégyen szemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda oda jön, így szóljon hozzád. Barátom, menj följebb. Milyen kitüntetés lesz a számodra a többi vendég előtt? Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ekkor a házigazdához fordult. Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, évközi 22. vasárnapunk van, és az imént hallott evangélium az nagyon veszélyes. Mert nagyon félre lehet érteni, pláne egy keresztény ember számára nagyon veszélyes az imént evangélium. Hogy mit kezdjen az alázattal? Hogyan is kell azt érteni, amiről Jézus beszél? Mert ha félreértjük és nem jól próbáljuk gyakorolni, akkor abból számunkra csak fájdalom és sérülés fog születni. Nem születik belőle semmi erény, meg semmi öröm. Csak kín. Hogyan is kell azt érteni, mit Jézus beszél? Amiről beszél? Első hallásra, mintha azt mondaná, hogy mutassak kevesebbet, mint ami vagyok. Hogy úgy viselkedjek, mintha nem érnék annyit, mint amennyit érek. Mint erről szólna első hallással az alázat. Mutassak kevesebbet. Ha így tennénk, és így gyakorolnám a hétköznapjaimat, akkor én képmutató lennék. Aki így csinálja, az képmutató, nem pedig alázatos. Ennek semmi köze az alázathoz. Az égvilágon semmi. Ha az Ószövetséget fellapozzátok, akkor nagyjából 300-szor lehet találkozni az alázat szóval. És szinte minden esetben az alázat az az Isten-ember kapcsolatáról szól. Arról szól, hogy tudatában lenni annak, hogy milyen is az én magatartásom az Istennel szemben. Tudatosítani ezt magammal, hogy hol is a helyem az én Isten kapcsolatomban. Ezt Sirák fiának könyvében így olvashatjuk. Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igazi alázattal. Kitárom szívem, és rábízom magam. Ebben nincsen semmiféle, amit úgy hívnánk, hogy alacsony önértékelés vagy gyöngeség. Éppen azt jelenti, hogy kiveszem a dolgaimból az én központúságot. De azt éljük meg a hétköznapjainkban, hogy egy csomó sebünk van, amit lehet munkahelyen is megszerezni, eltolunk valamit, valami bagatell dolgot, vagy nem is annyira bagatelt. Az emberi kapcsolatainkban, bármiben. Kezdünk el sebeket kapni, sérüléseket szenvedni. És hajlamosak vagyunk ilyenkor általánosítani és azt gondolni, hogy mi egy kudarc vagyunk. Ezt az egyszerű dolgot is eltoltam,
nyilván én másba se vagyok jó. Holott csak azt kellene mondanunk, hogy most kudarc van bennem, nem pedig az életem az. És ha itt meg tudjuk ezt fogalmazni magunknak helyesen, akkor ez rendben van. De ha nem, akkor több dolgot is csinálhatunk. Például bátortalanság tölt el bennünket. Gyámoltalanok leszünk a legegyszerűbb helyzetekben. A másik, amit úgy mond a pszichológia, hogy túlkompenzálunk. Hogy valami olyasmit akarunk magunkról mutatni, amink nincs is. Ezt ugye szlengben úgy hívják, hogy valaki szájkaratélyos. Semmi más nem csinál, csak nagy a pofája. Mindez addig nem is baj, amíg nem találkozik egy igazi karatéssal, aki helyre teszi a magatartását. Vagy pedig elkezd gátlástalanná válni. És hát nyilván keresztül tipor mindenki, mert nem szeretne alul maradni. Mit lehet akkor tenni? Hogyan is kell ezt helyesen végig gondolnunk? Az első, azt gondolom, ott kezdődik, hogy elfogadom, hogy nem vagyok tökéletes lény. Nem vagyok szépségkirálynő, nem vagyok élsportoló, nem vagyok testépítő, ezek mind nem vagyunk. De tudatában vagyok annak, hogy milyen kincseim vannak. Hogy jól főzök, remekül sütök, jó családanya vagyok, remek férj, jó munkatárs, jó vezető, egy szerető nagymama, egy gondoskodó nagyapa, egy családjáért aggódó férj. És megélem azt, hogy ezek olyan ajándékok, amelyek nem a saját erőmből valósulnak meg, hanem ezek ajándékok, amiket kaptunk. Mert nyilván látjuk, hogy más nem büszkélkedik ilyen ajándékokkal. Nem tud mondjuk remek bort csinálni, vagy jó pálinkát főzni. Nekem meg sikerül. Másnak meg nem. A szolgalelkűség az nem alázat. Még csak nem is erény. Abból csak kín születik. Mindig csak kín. És van ennek egy nagy csapda helyzete is. Hogy néha azt gondoljuk, hogy az alázatra lehet törekedni. De ha elkezdesz rá törekedni, akkor észreveszed, hogy magadat állítod a középpontba. És az már régen nem az. Ezért maximum imádkozni lehet, hogy lásd jól magad. Egy amerikai protestáns lelkipásztor mondta el a következő történetet. Az ő városában, mindegy melyikben, volt egy viszonylag nagy utca, és abban közel egymáshoz két protestáns gyülekezet. És ez a két gyülekezet állandóan versengett egymással. A lelkipásztorja is, a fiatalok csoportja is, a sportban is, mindenben. Teljesen mindegy milyenek, nevezük őket egyesnek, meg kettesnek. És a kettes lelkipásztor kitalált azt, hogy a fiatalokból szolgáló csoportot szervez. És elküld őket egy szombaton, hogy szolgáljanak a környéken. Egyetlen utasítással látta el őket, hogy mindent úgy csináljatok, ahogy Jézus tette volna. Az a cél. Úgy tegyetek, ahogy Jézus tette volna. Az egyik csoport kiment, és elkezdte a piszkos autókat lemosni. Csak úgy ingyen. Másik csoport elment egy önkiszolgáló benzinkútra, és segített tankolni. Akik ott megálltak a benzinkúton. Volt egy csoport, ami bement az egyik kórházba, járta a kórtermeket, beszélgettek betegekkel, énekeltek, felvidámították őket. És volt egy csoportunk, sétált az utcán, benézett egy kertbe, és látta, hogy ott egy öreg néni lakik, nagy magas fű a kertjébe, látta, hogy a lomb le van hullva, kicsit el van hanyagolva a kert, bekopogtak, hogy segíthetné neke. Néni megörült, fűnyírót ragadtak, gerebjét,
és egy délelőtt rendbe vágták a kertet. És a néni behívta őket, hogy igyanak meg együtt egy teát, egyenek meg egy kis sütit. Leültek, beszélgettek, és az a néni a másik gyülekezethez tartozott, az egyeshez. És elkezdte a néni mondani, hogy hát, tudjátok, ez az egyes gyülekezet, ez nagyon remek. Itt vagytok ti fiatalok, és hát segítetek nekem, ez valami hihetetlen, egészen fantasztikus, hogy ti ezt meg tudjátok tenni. És ezt elmesélték hazatérve a lelkipásztoruknak. A lelkipásztoruk ezt hallgatta, és kiakadt. És az az első mondata, de ugye mondtátok ennek az öreg asszonynak, hogy ti nem abból a gyülekezetből vagytok. És a gyerekek így elhallgattak, egymásra néztek, és azt mondták, nekünk azt mondtad, hogy mindent csináljunk úgy, ahogy Jézus tette volna. Szerintünk Jézus hallgatott volna. Nem az a fontos, ki csinálja. Nem az a fontos. Az a fontos, hogy felismerjem az én erényeimet. És azzal tudjak szolgálni. Felismerem az én hiányaimat. Odálljak nyitott szívvel az Úr elé, és merjem rábízni magam, úgy, ahogy vagyok, és megköszönve ajándékként mindazt, amin van. És ha van elég bátorságom és erőm, akkor megköszönni a hiányaimat is. Mert tudom, hogy miben kell fejlődnem. Tudom, hogy mi az, amit nem tudok változtatni. Ezek is lehetnek ajándékok. Amen. Hiszek egy Istenben. Mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egyénlegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberre jött, Pontius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott, az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Kérő testvérem, a szelíd és alázatos szívű Jézustól az alázatosság kegyelmét.
Add meg egyházat pásztorainak, hogy a tőled kapott szent hatalommal a ráig bízott nyájavát szolgálják. Add, hogy a népek vezetői nemzetünk közjavának érdekei mellett fontosnak tartsák az egész világ jólétét és békéjét is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy helyes önismerettel értékeljük magunkat, és ne kívánjuk többet megbecsülést, mint amennyit érdemelünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy bűneink tudatában kitüntetésnek tekintsünk Isten országában, az utolsó helyet is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az ifjúság tanulékony lélekkel és szorgalommal munkával készüljön elfoglalni helyét a társadalomban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyház községünk hívei megtisztult lélekkel és mélységes alázattal járuljanak szent asztalodhoz. Istenünk, tőled kaptuk hitünket, adj segítségedet, hogy hitből fogadó hiteles életünkkel hirdessük testvéreinknek örömhíredet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Mesterünk, te föld életedben nem azt akartad, hogy neked hanem magadat megalázva vállaltad a mi üdvösségünk szolgálatát. Újd meg minket, hogy soha ne bizakodjunk, és segíts, hogy embertársaink javának előmozdításával keressük tetszésedet, a kész és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, szerezze nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy mivel kenyér és a bor szín alatt történik, annak ereje életté váljék bennünk, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és föld életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem elkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, és így reméljük, hogy húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengünk.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőítik az alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erével éltetsz és megszentelsz mindent. És nép együtt ezt magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vér legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent pirkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adat. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodásan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánlott az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy gyenyesség az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal és minden szenttel együtt. Az ő kezdben járásunkba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgáltat Ferenc pápánkat és Miklós püspökünket, a püspök testületet, a papságot és egész megváltott népedet. És így kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velek együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert átalároztad el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a Téd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint, így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj teljesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reményekbe várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökköd örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elviszi a világ bűneit. Boldogok, meghívasztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a
Könyörögjünk! Mennyiért alatt kenyerével tápláltál minket, Istenünk! Kérünk a szeretetnek az a tápláléka, erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus a mi Urunk által. Egyházközségi hirdetéseink. A hét ünnepei, kedden Nagyszent Gergely pápa és egyháztanító emléknapja lesz. Csütörtökön Kalkuttai Boldog Teréz szűzre emlékezünk. Szombaton Szent Márk István és Menyhért Kassai vértanúk ünnepe lesz. A szentmisék a szokott módon alakulnak, csütörtökön pénteken 18 órakor, jövő héten vasárnap 11 órakor lesznek szentmiséink. Isten éltesse mindenkit, aki hétünnepi születés vagy névnapját. Továbbra is hirdetem, hogy szeptember 20 és 22 között Budapesten a Múzeumkertben megrendezésre kerül a katolikus társadalmi napok. Ennek a plakátja kinn itt a bejáratnál olvasható, hozzá egy egyoldalas levélnek egy rövid felhívás a püspöki kartól. Ott van a végén Szente Balázsnak a telefonszáma, e-mail címe, az elérhetőségei, ott még több információt megtudhattok. A búcsúi szentmisénk az jövő héten vasárnap lesz, szeptember 8-án. Dr. Kocsis Imre atya lesz majd a búcsúi szónokunk, ő egy kiváló biblikus professzor. Rá egy hétre lesz majd a kakucsi búcsú, az 10:30-kor fog kezdődni, és akkor két hét múlva a szentmisénk pedig itt 9 órakor fog kezdődni. Tehát jövő héten 11 órakor, két hét múlva 9-kor. Nem elaludni. Veni Sancte tanítnyitó szentmisénk szeptember 22-én lesz. Lesz ekkor táska szentelés is, oda a mellékoltárhoz letehetitek, mind tanárok, mind pedig diákok, egyetemisták is, és akkor nyilván megáldjuk ezeket, és kérjük a Szentlélek segítségét az új tanévre. Szeptember 29-én lesz majd az évforduló szentmisénk. Ugye hirdettem, hogy szeptember 21-re tervezünk kirándulást, ez nem lesz, mert a hitoktatóim lebeszéltek, engedve a női erőszaknak, ezért áttettük ezt októberre, majd az őszi szünetben lesz ez a kirándulásunk. Most szeptember 21-én nem megyünk sehova, legalábbis kata sem. Az első péntekes betegekhez majd most csütörtökön reggel fogok elindulni, reggel 8 órakor szeretném elkezdeni, mert megyek Kakucsra, és aznap még van két temetésem is eddig. A Szent Imre ösztöndíj még él, szeptember 20-ig lehet erre jelentkezni. Ugye pályázhat minden 9-től 12. osztályos középiskolás vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben résztvevő Magyarországi Tanintézményben tanuló katolikus fiatal. Tehát aki középiskolás, egyetemista, főiskolás, első diplomás és nappalin, akkor erre Szent Imre ösztöndíjra pályázhat. Google-ba bővítjetek, hogy katolikus.hu, és ott az első oldalon meg is jelenik ez a pályázati felhívás, hozzá a kitöltendő űrlap és minden fontos információ. Lelkipásztori ajánlás szükséges hozzá, akivel van nekem kapcsolatom, látom a templomban, magyarulnak nagyon szívesen írok. Fogadjátok az Isten áldását. Az Úr legyen veletek. És a áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével.